Na, sziasztok! Kijön a YouTube-ra, kijött ez a kopás dolog, ami engem is, vagy bármely telefonom szolgáltatót, vagyis videókészítőt érint a dologban. Ezért most nekem is csinálok róla egy videót, valami későbbiekben, mivel elvileg 2020. január 1-től vonatkozó lesz, de aktuál, hogy is fogalmazok, hogy tehát, hogy akkor lép jóformán életbe ez a gyerekeknek szóló, azt szerintem itt oldalt itt olvasható lesz már, vagy lehet biztos, hogy beillesztem ezt a szöveget, hogy magyarul most mit. Tehát, hogy most a YouTuber nyakunkba vart, azt mondt, mint alkotóknak mi döntsük el a felelősséget, hogy most a gyerekeknek szóló, ami 13 évesen alattiaknak szóló tartalom lesz, vagy esetleg felnőtteknek. Na most a kettő között az a különbség, de most azt állítod be, hogy egyesével, vagy az a csatornál egy összes videód gyerekeknek szóló legyen. Akkor egyrészt, ahogy néztem róla a videót egy-két helyen, tehát hogy akkor a komment szekció le lenne tiltva, nem szerepelhetne benne reklámok, hogy gyerekeknek szólónak állított be, illetőleg nem lehetne pénzt keresni, mivel hogy reklámokat nem lehet helyezni rajta, tehát hogy minimálisan csökken a bevétel forrása ezeknek a videóknak. Na viszont a micsoda a másik szekció, tehát ez a két verzió lehetséges, vagy gyerekeknek, vagy vagy nem gyerekeknek szóló tartalom. A pénzforrás szempontjából nézve, a micsoda az utóbbi éri meg, tehát hogy nem gyermekeknek. Most itt le van vezetve, hogy most mi számít, hogy gyerekeknek tart, szerepel benne gyermekek, vagy gyermekszereplők, esetleg népszerű gyerekműsor szereplő, vagy animált karakter, szerepjáték, vagy gyerekjátékokat tartalmazó történetek, gyerekek, főszereplők ábrázolása gyakori, természetes játékok, például szerepjáték, ilyen népszerű gyerek, dalok és történet verseny. Láttam ilyen egyik videóban, az is vonatkoztatva volt, hogy mostantól vizsgálják ezt a mara videókat, hogy ennek a törvénynek megfelele, és elvitt a lehető pénzbírságot is mondom, még egyik videó. Azt olvastam, hogy valamennyien megbüntetik, hogyha nem megfelelő, tehát hogy pénz bírságból sújtatnak majd, hogyha nem megfelelő van a videó beállítva, amik a YouTube koppa törvénynek. Hát most nem tudom én is mire vélni. Gondolkoztam, hogy most, hogyha ez nekem mindent lehet, hogy keresztbe tesz, ne érjen úgy váratlanul csatornán lévő feliratkozókat, meg aki nézi, hogy lehet, hogy jövőre a netán nem tudna videót nézni tőlem, mert ez a dolog kibaszít velem. Lehet akkor csak a Twitch-en streamelnék. Hát annak meg az egy hátulütője van, hogy azokat a streameket nem. Csak van 2 hétig tárolja mondjuk a Twitch, tehát utána nem lenne érdemes áttölteni most itt YouTube-ra, mert akkor megint beleesik abba koppás dologba, tehát hogy megint még rosszabb esetben akár törölve lenne a csatorna. Most mind a kettő videóm, most gondolkoztam is, hogy most lehet bekék fejezni.
Hát nem tudom. Minden esetre nem fejezném be, csak mondom, valószínűleg a Twitch-en folytatom, nem mondom, akkor ez nem maradna meg örökre. Hát mondjuk ez a YouTube-os dolog sem tudom, hogy mennyi ideig működik majd. Ki tudja, hogy 30 év múlva mi lesz belőle, de a lényeg, hogy a neten nem lenne elérhető a csatorna, két pár dologból kifolyólag valószínűleg egyrészt hiába, vagy hát mondjuk úgy betenni nekem az ajtót, hogy tegyük fel, így is körülbelül lassan lehet ezen az IBM csatornán, egyszer azonban körülbelül, hogy majdnem ez nagy számot mondok be, nem biztos, hogy körülbelül 1500 videó a kukába kerülne, mert hogy nem felelne meg, mert először átállítottam a gyerekekre, szóval utána néztem egy YouTube videót így róla, hogy nem túl okosan döntöttem, hogy arra, mert akkor mi van. Én átállítottam most a felnőttekre, mondjuk micsodát, azt nem tettem hozzá, hogy egy korosztálybeállítás, mert lehet az országonként változik, hogy most mi számít gyermekeknek szóló tartalom. Nem mondom, egy kicsit lesújtott, hogy most magyarázó volt, hogy pénzbírság, pedig én ebben nem keresek, mint az YouTube-ozással pénzt, egyrészt nincs reklámkitéve, jól tudom, a videóim alatt. Tehát nekem nincs bevételem forrás, ez ilyen hobbinak fogható dolog fel, amit most csinálok. Ez már volt, aki ajánlott, hogy pénzt küld, de én azt mondtam köszönöm, mert egyrészt nem is dolgoztam ki ennek a... Meg én akkor egy ilyen prépáros valóságot csinálom nekem, akkor ott beállítom, hogy mit tudom én. Tehát az egyrészt nem foglalkoztam meg a pénzes dologgal, mert egész nincs olyan nagy megtek a csatornának, nincs olyan sok feliratkozó. Egy ideig belelendült a dolog, de utána most hangásva. Amúgy is apró betűsből be van írva, hogy reklámot csak akkor tehetnék ki, azt hiszem talán a csatornámon, ha elérnék ezért feliratkozót. És az, ahhoz képest én mondjuk jelenleg 86 van, tehát mit tudom. Nem csak azt hiszem, mondtam, hogy amióta elindítottam, mennyi is, azt hiszem 3, durván lassan 3 éves is, mióta azt csinálom. Én mondom, hogy lehet, hogy minden, ami volt eddig, minden kukába kerül. Hogyha YouTube, mit tudom, most egy variálás, most tényleg január, 2020 január 1-től megtörténik, hát... Hogy most ez az IBL, illetve a Twitch Live csatorna, és lehet akkor mind a kettőnél kampet. Azért meg nem fogok szerintem videó szerkesztésre. Még nem valószínű, most lementem az összes videót, amit YouTube-ra az millió, hogy adott lenne, és ezt ekkora tárhelyen nincs, hát úgy. Szerintem amennyit összeműködtem, az egy 5 terabájtos valami anyag lenne, és ezt nincs hol tárolva. Most összeszartni tudok, hogy lehet csináltam, ami forradtak, én tudom, hogy leírtam, hogy most mit gondolok a dologról. Megpróbálom, mert a leírásba is, meg a videó alatt, ami van ez a szövegi területen, beilleszteni most. Mi a lényeg?
Bár úgy is lehet. De mindegy, ez a végigjátszás dolog, mondjuk. Na mindegy. Nem is húzom, akkor csak csomó hülyeséget, így hablatyolok. Amúgy se vagyok ilyen vlogger.